Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband Európa 1200 módos végigjátszásomat, és itt maradt abba ugye, hogy hát Britanniát szeretném meghódítani. És hát akkor folytatom ugye a terjeszkedést. Annyi az egész, hogy ugye Franciaországban lassan, de területeket veszítek sajnos. Ami elég nagy probléma, de hát nincs mit tennem. Mert ugye, hogyha lemennék Franciaországba ugye, és védekeznék ott, akkor veszíteném a területeket Britanniában, szóval, vagy Angliában, szóval valójában mindegy. De hogyha megszerzem izét, Angliát, akkor könnyebb lesz legyőzni az angolokat Franciaországban. Wow! Oké, az jó volt. Hűha. Oké, rendben. Amúgy abban reménykedem, hogy a sereg, ami Franciaországban terjeszkedik, ugye, visszajön Angliába, hogy megvédje a területeiket, vagyis megvédjék a területeiket, ugye, és le tudom őket győzni. Vagyis hát ez lenne a reményem, úgymond. Aztán nem tudom, hogy mennyire jön össze. Mert ugye már egyszer volt egy olyan, ugye, mikor Írországban terjeszkedtem, hogy elfoglalt ugye néhány területet, elfoglaltak az angolok Franciaországban néhány területet, utána pedig megtámadtak Írországban, és sikerült szétverjem a hadseregüket. Abban reménykedem megint, hogy egy idő után felhagynak a terjeszkedéssel, és akkor megpróbálnak megállítani, de úgysem fog sikerülni nekik, és akkor le tudom győzni őket. És akkor nem még fognak terjeszkedni Franciaországban. Mert ugye kicsit rossz az, hogy veszítem a területeimet. De hát mást nem igazán tudok mit tenni, csak hogy megpróbálok gyorsabban terjeszkedni, mint ők. Ami egy kicsit nehéz, mert ugye egyfolytában nyomulnak ők is előre. Meg ugye nekem állandóan vissza kell vonulnom, megvédjem az elfoglalt területeimet, meg ilyenek. Oké, hány ellenség halt már meg? Több mint 70, majdnem 80, az egész jó. Megpróbálok minél több ellenséget lenyilazni. Mert ugye, hogyha minél kevesebb veszteséggel nyerem meg a csatát, annál több morált kapok a csata után. Ezért hát jó lenne megnyerni minimális veszteséggel. És szerintem menni fog, mivel a rálátás ugye az nagyon jó az ellenségre. Oké, már több mint 100 katonát veszítettek. Talán valami 100 katonájuk van még, azt hiszem, nagyjából ugye. Lehet, hogy egy kicsivel több. Várjunk a lovasság, menjen egy kicsit bal oldalra, csak hogy a hősök tudjanak lőni. Ott fent van egy előcsatározó, azt hiszem igen. Az íjászaim pedig sajnos kifogytak. Arra gondoltam, hogy visszalépek, de szerintem nem lenne jó ötlet, mert ugye időbe kerül megint, hogy támadjak. Ezért, ha kifogyok a lőszerből, akkor közelharcban kell elintézzem a maradékot. Mert ugye megtehetném azt, hogy visszavonulok, és akkor újra támadok, és lenyilazom a maradék ellenséget, de ugye az időbe kerül. Nekem pedig nem igazán van rá időm. Hát bár... Nagyon sok ellenséget kilőnek a hősök, te jó ég.
Oké, még van kb. 40 ellenség. Ezért jó, hogyha a hősök fel vannak szerelve íjjal. Rengeteg ellenséget kilőnek. Na, szép ütés volt. Hány ellenség van még? 25? Az kevés. Szerintem ezt már megnyerem én. Mármint több nyilvesszőm van, mint amennyi ellenség maradt. Igaz, bármikor eltalálhat egy előre előcsatározós, vagy egy fejszés. Au. A hőseimnek még mindig van nyilvesszője, te jó ég. Rengeteg nyilvesszővel rendelkeznek. Ojoj. Tíz ellenség. Még hogyha el is intéznek, akkor sem probléma, mert ha felszólítom őket megadásra, szerintem elfogadják. Ah, nem halt meg? Mi a fene? Oké, négy ellenség maradt, valójában végük van. Fel kéne vegyek néhány katonát. Van aragoni lovag. Oké. Most pedig vissza kell menjek, hogy megvédjem az egyik váramat. Kettő, négy, hat, hét, kilenc, 10, 11, 12, 15, 25, 35, 45, 1, 2, 3, 4 és 5. Ha minden igaz, akkor 50 védő megvan. Na várjunk, nincs is itt senki valójában. Vagy igen? Sirály. Remek. Ezzel el tudom intézni még a izé hadvezért is. Azt a hadvezért ugye, amelyik az Almohad kalifátushoz szövetkezett, vagy átállt ugye hozzájuk. Király. Meg ugye a két angol nemest. Örülök annak, hogy megtámadták a banditákat. Ezzel legalább elkapom őket, az kész. Ez a ló le van bénulva? Nem, nincsen. Ja, lehet mondjuk azért annyira lassú, mert ugye éjszaka van. Vagyis hát éjszaka ugye a játékban a lovak kicsit lassúabbak. Lassabbak, mint nappal. Jó, menekülnek? Na, nem mindegyik. Majdnem eltaláltam, de csak majdnem. Néhány katonám meghal, de nem nagy veszteségem lesz. Meg ugye a banditák nem számítanak. Már két hegyi bandita meghalt. De hát, hogy őszinte legyek, ha meghalna az összes, az sem számítana. Mármint szövetségeseim, de nem tekintem őket úgy szövetségeseimnek, hogy most érdekeljen is az, hogy meghalnak vagy élnek. Néhány banerettem is meghal. Ja, az egy előre szegett láncsa volt.
Az a legrosszabb, hogyha én veszítek katonákat. Ha a szövetségeseim veszítenek katonát, az nem probléma, de hogyha az enyémek halnak meg, az már nagy probléma. Mármint eddig 4 emberem meghalt, az nagy veszteség. Mégiscsak 4 lovagot veszítettem. Ám bár az ellenségnek nagyjából annyi, mindössze 2 emberük maradt. Remek. Az első roham a miénk, és még van 109 katonájuk, az nem sok. Amiből 106-an le is spawnoltak, szóval valami 3 katona lesz erősítés. Vagyis pontosan annyi. Annyi az egész, hogy nem nagyon tudom eltalálni az ellenséget, mivel gyorsan megölik őket az embereim. Az az erősítés, mi? Azt majdnem eltaláltam a sajátomat. Oké, mindössze 2 ellenség maradt, de ha jól látom, menekülnek. Talán el tudnak menekülni, bár nem biztos. Egy ugye már meg... De sikerült mind a kettőnek elmenekülnie. Oké. De hogy őszinte legyek, nem számít. Lehet nem kellett volna automatikázni. Sirály, sikerült szétverni őket. 24 fogoly. az jó. Jó, irány vissza Pembroke, és akkor... Fenébe, egyfolytában a városaimat támadják. Szóval irány ide, és akkor ugye ez a része meg is van, ugye Vesz. Utána itt kéne terjeszkedjek. Ezt a rengeteg területet kéne majd elfoglaljam. Amilyen gyorsan csak tudom. Bemegy a várba? Nem nagyon akar. Na mindegy, én elfoglalom ezt a várat, utána pedig kell haladjak tovább. Az a legnagyobb probléma, hogy az angol sereg nem akar visszajönni, hanem csak folytatják a terjeszkedésüket. Várok egész reggelig, és akkor mehet a támadás. Oké, szerintem annyira nem lesz nehéz elfoglalni a várat. Nem látok basszus fenébe. Au. Majdnem. Hűha. Valaki szépen eltalált.
Oké, okay, bár a lovasság az támadhat. Lehet kicsit veszteséges lesz a csata, de nem probléma. Vagyis nem nagy probléma. Kár ugye, hogy néha katonákat veszítek, de hát ez van. Hát igen, az angol, vagy nem is angol, hanem a velszi veterán hosszú íjászok ugye okoznak majd veszteséget. Nem is kicsit. Nem lenne jó, hogyha véletlenül kiesnék. Oké, okay, 16 katonám halt meg eddig. Na ja, ugye egész addig veszítettem el sok katonát, míg az embereimnek sikerült bejutniuk. Az egy kicsit necces volt. Oké, okay, mindössze egy ellenség van még. Jó, az leesett. Oké, okay. Nem volt rossz. 16 katona veszteség. Oké, okay. Ha például tovább nyilasztam volna őket, nem veszítettem volna el ennyi katonát, de így is jó. Volt itt egy nemes ugye a közelben, talán megtámadja a várat. Nem eztet. Oké. Okay. Nem. Ha például nem veszítettem volna egy területet sem Franciaországban, akkor lehet elfogadtam volna egy békét, de hogy őszinte legyek, akkor még annyi értelme sem lett volna. Most pedig azért nem fogadom el a békét, mert ugye elfoglaltam tőlük néhány területet, de ugyanúgy veszítettem is néhányat, szóval szintén nem jó. Mondjuk ha meg lesz Anglia teljesen, akkor már könnyebb lesz. Oh. Nem hiszem, hogy el tudom kapni. Hát, hogy elnézem, nem. Oké, okay, bement a várba. De lehet, hogy egyből ki is jön. Mondjuk, ha bent maradna, az jó lenne. Oké, okay, megint megtámadták a várat, de nem gond. Én ezt a várat elfoglalom, utána pedig visszamegyek.
Jaj. Pont ez. Hát. Oké. Okay. Veszteséges lesz a csata, az biztos. De nem már, hogy pont mellette megy el a nyilvessző, na végre. Jó van, haver. Miért is ki... mindegy. Oké, bár elég gyorsan veszítik a katonákat a védők. Ó, te jó ég, mennyi íjász van ott fent. Oké, okay, sikerült kilőni egy csomó íjászt. Közelharcban könnyedén elintézzük őket, csak ugye az íjászokat kell általában mindig semlegesíteni. Amilyen gyorsan csak lehet. Állj félre már. Nem akart félreállni. Oké, okay. Közelharcban, ja, csúnyán mészárolják őket a katonáim. Nagyon helyes. Legelőször, mikor megláttam ugye a várnak a felépítését, nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyű lesz elfoglalni. Már nagyjából a védőknek annyi, és mindössze 13 katonám halt meg eddig. Ami nem sok. Szerintem még vagy 4-5-en meghalnak. Mondjuk lehet többen, mert még kaptak erősítést. De annyi az egész, ugye már, hogy az embereim már bent vannak. Így már csak leginkább közelharc van, amiben az én embereim sokkal jobbak. Valahogy nekem is be kéne jutnom, hogy be tudjak segíteni. Oké, eddig mindössze 15 emberem halt meg, nem nagy veszteség. Oké, okay, megöltek még egy dán lovagot. Thank you.
erősítést azt hiszem, hogy már nem kapnak. Valami 360, majdnem 370 ellenséget kell elintézzünk. Igen, mert ugye két nemes, meg a várőrség. Oké, ez jó volt. Na jó, most pedig akkor megint vissza kell mennem, hogy megvédjem a váramat. Senki nem csatlakozott sajnos. Pedig jó lett volna. El kéne foglalnom ezt a várat is. Csak amúgy nem értem azt, hogy miért mindig ezt a várat támadják. Mi van itt, hogy annyira fontos nekik? Oké, erre meg el is menekültek. Bemennek a várba? Nem. Na de mindegy, én elveszem ezt a várat. Mennek vissza, hogy megtámadják a várat. Bár egyelőre nincs ostrom alatt. Oké, elfoglalni szerintem nem lesz nehéz. Az kapott egyet. Oké, nem igazán látok több íjászt. Nem tudok tovább menni, az a probléma. Oké, kb. 100 emberük van, ugye valami 160 védő volt, majdnem 170. Nem tudok senkit lábon lőni. Ja, hogy az barát? Oké.
Azt nem is kéne. Oké, eddig már 13 halott. Tűrhető, fogjuk rá. Na, bakker. Ó, francba. Oké. Annyi az egész, hogy nem tudom azt, hogy most a sajátomat találom el, vagy az ellenséget. Ah, bakker. Szerintem, ha visszalépek, akkor megadják magukat. Ennyi. Remek. Kicsit, mintha nehezebb lenne a terjeszkedés, mint eddig volt. Nekem valahogy úgy tűnik. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 45, 1, 2, 3, 4 és 5. Lássuk, valaki megtámad valamit a közelben. Ja, ez a nemes a várat. meg lett. Sirály. Nem gondoltam volna, hogy pont elkapom, de oké. Hogy elnézem, csak ilyen alapszintű katonája van, semmi komoly. Kész mészárlás az egész. Na, gyerünk már. Oké. Ja, hogy a hadvezér maradt utoljára. Hát igen, ez jó volt. Na szóval. Van még egy nemes, bár csak 73 katonája van. Irány Derby. Nem, irány Nottingham. Meg akarják támadni azt a várat vajon? Meg bizony. Nagyon helyes. Szétverem az összeset. Sirály. Bum. 576. Az kevés. Az nem sok katona. Egyáltalán. És örülök annak, hogy most le tudok győzni, vagy 5 nemest. Nagyjából. Ami egész jó. Ezzel is meggyengítve őket, ugye. Jaj, de sokan vagytok.
A fenébe. Jézusom! Ja, hogy már a lovagjaim itt vannak. Akkor jó. A saját volt. Bakker. Néha veszélyesebb vagyok a saját embereimben, mint az ellenségre. Ám bár könnyedén legyőzzük őket. Eddig mindössze egy emberem halt meg. Nem igazán tudtam eltalálni egyet sem. Mondjuk az egyik lovagot egyszer eltaláltam. Valahogy most nem megy az íjászat. Az jó volt. Hogy elnézem, ez nem az én napom. Eltaláltam egyet, a másik pedig bele is halt. Oké, az első roham az nagyon jó volt. 25-en elmenekültek, 39 megsebesült, 281 meghalt. Seregnek több, mint a fele, ugye? Oké, még van 256 ellenség. Nem nehéz legyőzni őket. Lehet, hogy ugye létszámban jók, de kb. Annyi. A létszám pedig jelenleg semmit nem számít ellenem. Ha kétszer ennyien lennének, akkor is simán legyőznénk őket. Nagyon kevés veszteséggel. Ahhoz, hogy egy ilyen sereget megállítsanak, egy ugyanilyen seregre lenne szükség. Oké, eddig senki nem halt meg. Néhány sebesültem van csak. Oké, ahogy elnézem, 9 sebesültel megnyertem a rohamot. Egész jó volt amúgy. És nem halt meg senki, az a legjobb. Gyorsabb lova van, mint nekem. Érdekes. Oké, nagyjából ennyi volt. Elég gyorsan sikerült legyőzni őket.
Jó, és akkor irány... ja, el kéne foglalni Nottinghamet. Kassel támadják, az hol van? Ah, te jó ég, itt terjeszkednek? Ez közel van. Egy próbát megér szerintem. Oké, lehet, hogy elveszítem, mire odaérek. Vagyis vissza. Jézusom, ez a rohadt sok jelentés. What? Ilyen gyorsan? A fenébe veletek. Mire visszamegyek, elveszítem azt a várat is. Pont, hogy nem értem ide. Remek. Oké, már támadják a várat. Hát, ja, sajnos elveszítem. Igen. Mert ugye automatikázáson 50 katona az semmit nem számít, hogy úgy mondjam. Na ja, pedig majdnem odaértem időben, és megállíthattam volna őket. De hát ez van. Valahogy automatikázáson 50 ember az kb. Másodpercek alatt meghal. Mert ilyen a játék, ugye? Na de mindegy, nekem csak folytatnom kéne a terjeszkedést itt. Lehet, hogy lesz egy dezertálásom is. Na de irány Nottingham városa. Meg is támadták, hát nem hiszem el. Ne már haver, 36 katonával, ne szivass már. 36 katonával. Oké, az érdekes. De legalább sikerült most elkapni egy nemest. Nem gond, én akkor is el akarom foglalni Nottinghamet. És szerintem elveszem Nottinghamet, és időben vissza fogok érni, hogy megvédjem a várat. Amúgy fogalmam nincs, hogy mi a fene van azzal a várral, az Hereford, ugye? Hogy azzal a várral mi a fene van, hogy állandóan azt akarják, nem értem. Fogalmam nincs, hogy mi van ott, hogy annyira fontos. Szép volt, kétszer is meglőttek ennyi ember közül. Oké, bár a vár elfoglalása nem lesz nehéz. Vagyis város.
Oké, arra gondoltam, hogy mehet a támadás. Vannak ott még amúgy? Azt hiszem, hogy még kettő. Vagy talán pont a toronyban? Oké. Okay. Hány ellenség halt már meg? Ja, hogy nagyjából végük? Ah, oké. Okay. Mind nézem, hogy már egyre kevesebb és kevesebb katonát látok a várfalon, vagy városfalon, és hát igen, mivel már csak hatan vannak. Nagyjából vége az ellenségnek. Nem volt annyira veszteséges ugye a csata. 16-an meghaltak, 40 sebesült. Nem nagy veszteség ugye egy városért. Egész jó volt. Oké, a jobb katonákat felveszem. Remek. Meg kéne venni ezt a rengeteg élelmet. És ugye 100 védő. 2, 3, 4, 5, 6. Eddig. Tizenhat, 26, 36, 46, 56. Oké, okay, ha minden igaz, akkor pontosan 100 védő van. Ja. Irány vissza oda. Mondjuk benézek Staffordba. Oké, okay, néhány nemes az, mindig jól jön.
Oké. Már nincs itt senki. Lehet, hogy ezek után Nottinghamet akarják elfoglalni mindig. Az jó lenne amúgy, ha ezek után áttérnének Nottinghamre. Brügent mi? Na jó, én el kell foglaljam Derby várát. Az a sereg valahogy nem akar ide visszajönni, és egyfolytában veszítem a területeimet, ugye? Pedig majdnem sikerült elkapjam őket Kassel váránál. A fene vigye el, hogy egy kb. Egy fél percen múlt az egész, hogy odaérek időben, vagy nem. Majdnem elkaptam a teljes sereget. Az akkor nagyjából meg is állítottam volna az angolok terjeszkedését. De így most már nem megy. Pedig majdnem sikerült. És milyen jó lett volna. Ugyan már. Jézusom. Na végre. Oké, bár hiába állnak egy helyben az embereim, mehet a támadás. Mármint az íjászok ugye maradnak, de a többi az előre. Nem igazán látok ellenséges íjászokat. Oké, lassan már 70 katonát elveszítettek. Védőknek nagyjából a felét, ugye? Mondjuk, ha minden igaz, volt benne két nemes, de nem volt valami sok katonájuk. Amúgy azon gondolkodom, hogyha megpróbálnák oda menni Brüggen városához, lehet, hogy időben odaérnék, mivel ott 100 védő van, és talán kitartanának, még odaérek, ám bár erősen kétlem, mert akkor egyből el kellett volna induljak. Talán, hogyha megtámadnak egy közelebbi területet. Oké, ez gyors volt. Oké, mindössze egy ellenség maradt. Remek. 8 halott, az kevés. Oké, ám bár ha jól láttam, ebben a várban van egy csomó fogoly.
az elitebb katonákat felveszem. Oké. Ezzel 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Remek, megvan az 50 védő. Na már most akkor Brüggennél még mindig csak ostrom alatt áll, de hát nem is tudom. Végig menni gyorsan a vizen, vagyis ugye a tengeren. Meg is támadták Derbyt. És megint az lesz, hogy megpróbálok oda menni, nem érek oda időben, visszajövök, elveszítem ezt is. Oké, már harcolnak Brüggennél, akkor lényegtelen. Ha időben elindultam volna, és nem foglalom el Derbyt, hanem irány Brüggen, akkor odaértem volna. Jó, ezt az egy várat szeretném még elfoglalni ebben a részben. Hm. 163 védő, meg egy nemes, ugye? Az... még tűrhető. Pedig valahogy azt a sereget meg kéne állítsam. Mert egyre nagyobb problémát okoznak. Most még elveszítem Brüggent is. Igen, el is veszítettem. Vajon melyik lesz a következő terület, amelyeket megtámadják? Nem tudom, de remélem, hogy valami olyan területet, amelyik közel van. Jó lenne a védőket megtizedelni íjászokkal. Ugye a rálátás az nagyon jó.
Ott van néhány íjász. Oké, szerintem könnyű lesz elfoglalni a várat. Ahogy gyerünk már. Mázlő, hogy nem nagyon tudnak célozni. Ahogy elnézem, én se. Még van 110 védő. Az igen, persze. Nem jöttök föl? Nem akarnak feljönni. Ajaj. Oké, ember, azt hiszem mehet a támadás, mivel ezek nem igazán jönnek ide, hogy lehessen nyilazni őket. Sajnos. Oké, szerintem közelharcban nem lesz nehéz elintézni őket. Oké, mindössze 10 katonájuk van nagyjából. Oké, már csak 12. Nem lehet leugrani. Pedig jó lett volna. Oké, bár amúgy is megadják magukat, nem? Ja. A jobb egységeket fölveszem. Oké, nagyjából ennyi. Oké, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26,
27. És lehet csak ennyi katonát tudtam felvenni. A 28. Ja, nagyjából ennyi. 29, 30, 40 és 50. Ja, a fenébe. Egyel elszámoltam. Akkor ezt kérem vissza. Na jó, akkor... Egyelőre minden igaz, nem támadtak meg új területet az angolok, de szerintem megfognak. Lehet, hogy egy újabb várost, Antwerpet például. De ugye itt kezdek egyre jobban és jobban haladni. Irány ide. Itt van három vár, ha ezek megvannak, akkor ugye ezeket kell elfoglaljam. Utána ezeket a területeket. Utána irány ide. És akkor itt végig. De ez mondjuk már a következő részben. Akkor lesz a legjobb, hogyha teljesen elfoglaltam Angliát, ugye, és akkor át ide. Vagyis valójában itt fogom kezdeni, talán Brüggennél, meg Kassel, ugye, hogy ezeket vegyem vissza, és akkor Párizs és a környező területek. A fenébe velük. Fene gondolta volna, hogy az angolok egyfolytában támadni fognak itt, ugye. Na de kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!